Szavaz, üdvözlök mindenkit ezen a szép napon, reggelen, délutánon, képzeld el, nálunk vasárnap van, ugyanúgy, mint nálatok, hogyha vasárnap tésztek ugye mai nap, tehát nálunk is ugyanaz a nap van, nálunk 11 óra 7 perc van jelenleg, nálatok még éjszaka van, mire felkeltek reggel, addigra ugye nálunk meg már este lesz, és na mindegy, csak gondoltam, hogy megosztom veletek, hogy ma van ugyanaz a nap, mint nálatok, és mostanában elég sok ilyen videót filmezek, mi a helyzet? Mi csinálsz? Hova? Na menjünk, várjál, megyünk valahova. Amúgy nálunk képzeld el, jön az eső. Mit csináltál? Ez átra az ajtót? Igen. Yeah. Igen? Yeah? Miért? Hova viszel a táskádat? Hova? Az óvodába megyünk? Jóvodába? Sehova? Mit csinál? Na jó van, szervusz. Jó legyél. Jó, szia. Aj, nem mér sehova. Na ide jön az első nálunk, azt mondtam, ugye mondtam, hogy a hétvégére nagy vihar lesz, a nagy vihar nem ért ide a hétvégére, de állítólag délutánra ide ér ez az esős, nagyon sok esőt mond, úgyhogy sajnos sok helyre ma nem fogunk tudni menni délután, kivéve a boltba, meg majd meglátjuk, ugye az időtől függ. De a videó címében most már biztos, hogy tudjátok, megosztom veletek, hogy mennyit keresek a YouTube-on, ugyanis nagyon sokan szerintem el vannak tévedve, mert sok ember azt hiszi, hogy rettentő sok pénzt lehet keresni ugye a YouTube-ból, és én nagyon-nagyon sokat keresek. Valaki azt is írta a kommentbe, hogy nehogy elmenjél katonának, mert a YouTube videókkal több pénzt keresel, mint hogy elmennél katonának. Ezért gondoltam, hogy megosztom veletek. A decemberit nem tudom megosztani. Ja, mert még most van december, de a múlt hónapit, az október-novemberit meg tudom nektek mutatni, hogy mennyit keresek a YouTube videókkal. Ilyenkor évvége felé egy kicsit több, ugyanis én a hirdetésekből keresek pénzt a YouTube-on keresztül, és a hirdetők ilyenkor több pénzt költenek a hirdetésre, ugye karácsony miatt, mint mondjuk év közben. Nekem nincsen semmi szponzorom, ugye engem senki nem szponzorál, ilyen partner cégem sincs, senki sincsen, ugyanis magyar videókat készítek, itt lakok Ausztráliába, ezért senki nem akar velem hirdetni, mert nem tudom, na mindegy, csak gondoltam, hogy ezt megosztom, tehát amit keresek pénzt, majd csak az orrom még egy kicsit ilyen láthásos, amit keresek pénzt, az egyedül a YouTube videókból van, a hirdetésekből. Tehát minél több hirdetést megnéztek, én annál több pénzt keresek ezzel. Na várjál, mi a helyzet? Hova mész? Szervusz! Nagyon szépen felöltöztél, ja, látom a táskádat. Davis csak játszik. Ez a pénz, amit keresek a YouTube-ból, ez nem túl sok, még magyar viszonylatban se sok. Én úgy gondolom, ausztrál viszonylatban meg végképp nem sok, de amit keresek vele... Ne vidd el! Amit keresek vele, ezt a pénzt én vissza szokom költeni, ugye visszateszem a YouTube videóimba, tehát veszek mondjuk kamerát, mondjuk múltkor vettem a GoPro 7-eset, és ezt a YouTube pénzből ugye, amit összegyűjtök, abból veszek, vagy elmegyünk helyekre. Jó, ott is van egy könyv. Ilyen könyv, az valami, az is a Lucas-é. Don't touch it. Úgyhogy általában visszaköltöm, nem általában, mindig visszaköltöm ugye ezt a pénzt, amit kerestek a YouTube-ból, és próbálok minél érdekesebb videókat készíteni. Várjál, elvittem, de viszont van egy könyvet. Ugye megmutatom nektek, hogy mennyit keresek ezt az októberi-novemberi hónapot, vagy mennyit kerestem. Thank you. Na mutatom, csak egy kicsit sötét van, jönnek ezek a felhők, és elég sötét van, ahhoz képest, hogy 11 óra van, olyan sötétes az idő, mintha délután lenne. Na várjál, mutatom neked a YouTube-omat. Itt van a YouTube csatornám, október 13, 2018 és november 14, 2018 között mutatom, mennyit kerestem egész pontosan. $225.20, ahogy látjátok, itt megy fel a kereset, hogy ide-oda, ugye melyik nap mennyit keresek, és az egy hónapban a végeredmény az körülbelül $225, ami nem több, mint várjál, átváltjuk forintba. Visszajövök ide, addig hátra, ugyanis a Davis ott játszik. Tehát $225, az körülbelül 46 ezer forint. Ennyit keresek egy hónapban a YouTube videóimmal. Ez egy átlag. Van, hogy csak $130 keresek. Átlában év közepe körül olyan $130-140, ami átszámít folyam. Olyan 20... Körülbelül 20 ezer forint, attól függ, hogy hogyan a váltás, de ilyen 20 ezer forintot ugye abban a hónapban.
ahogy mondtam, így az év vége fel egy kicsit ez a kereset felmegy, tehát ez a 225 dollár, ez nem rossz, ez elég jó, és ez ugye így változik. A legtöbb, amit kerestem, az körülbelül, ha jól emlékszem, közel olyan 300 dollár volt egy hónapban. Ez akkor volt, mikor csináltam, nem is tudom, melyik videót, de tudom, hogy a videónak a nézettsége rettentően megnőtt, lám valamelyik jazzkisset tavaly, vagy tavaly előtt nem volt jazzkis, na várjál. Mindegy, az átlag ilyen 180 és 200 dollár havi. Ami a 46 ezer forint, ugye ahogy mondtam, ez nem tudom, hogy mennyi Magyarországon, hogy ez nagyon jó vagy nagyon nem jó. Nálunk itt Ausztráliában nem a legjobb, csak hogy mondjak egy hasonlatot. A Davisnek az óvoda egy napra körülbelül 98 100 dollár, ami nem több, mint olyan 20 ezer forint egy napra az óvoda. Tehát értitek a hasonlatot, hogy ez a pénz mennyit ér itt mi nálunk. Ha gondoljátok ide a videó alá, írjátok meg, hogy magyar viszonylatban ez milyen. Tehát mennyit keres mondjuk egy magyar YouTube-os, aki ugye Magyarországon lakik. Tudom, hogy én is magyar YouTube-os vagyok, de Magyarországon lakok. Tehát ez egy jó vagy nem jó. Mit csinálsz? Bezársz? Jó van. Na mindegy, csak gondoltam, megosztom veletek, ugyanis szerintem nagyon sok ember el van tévedve, mert nagyon sokan azt hiszitek, hogy ugye én ebből élek, és ebből keresem a pénzemet, ebből tartom el a családot, tehát ez szinte nem sok mindenre, ugye elég. Az óvodára elég, mert két napot jár egy héten a Davis, úgyhogy ez pont az óvodára elég. Na mindegy, mit csinálunk? De nehogy bezárjál. Úgyhogy most azt mondja, hogy elmegyünk, és mit csinálsz? Doktor. Igen? Yeah. Igen. Yeah. Davis a doktor. Elkészülődünk, elmegyünk, azt hiszem, hogy eszünk. You don't come in there. Okay. Because it's my doctor room. Okay. Azt mondta, nem menjek be, mert az az orvosi rendelő. Ott a Mikulás tudsz. Mit akarsz mondani? Ja, elkészülünk, elmegyünk, és eszünk ma ebédre ezt a hamburgert, amit rettentően szeretek, ugyanis hiszen vagy nem, de most már körülbelül több mint egy hónapja nem ettem ilyen hamburgert, és gondoltam, hogy ma elmegyünk, mert semmi érdekeset nem tudunk csinálni, este az eső, valamit legalább csinálunk, utána elmegyünk valószínűleg a boltba, aztán majd jön az a Lukasz, ugye is a szüleimnél van, és megnézzük a hajót talán. De biztos, hogy megvan, mert mindig ugye megvan a hajó. Esik az eső, megérkeztünk ide. Oda, ott az a hamburgeres valahol. És annyira nem esik még, csak így picit esik. De azt mondta, délutánra ide fog érni ez a nagy eső. Az a szerencsé, hogy ez a nagy vihar nem ért ide, úgyis azt mondták, hogy szombatra ide fog érni ez a rettentő nagy vihar. Vagy lehet, hogy péntekre, nem lebből lesz semmi se. Ma vasárnap, most már mindjárt dél van, és még sehol semmi. Bár onnél kezd feketedni, látod, ilyen sötét felhők jönnek. Már ott fenn éjszakon meg egy pár részen árvíz van, meg rettentően ugye nagy szél volt, meg minden. Úgyhogy szerencs, hogy idehoz hozzánk nem ért el. Piocskázunk, még várunk a feleségemre, úgyhogy én számolok, a Davisnek bujik, jó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hol van a Davis? Halló, itt van. Itt vagy? Hol vagy? Hát a hátsó ülésen ott nincs. Nincs benne az ülésében se. Hova beletett? Kiszállt az autóból? Hm? Nem látom sehol se. Hát ez kicsoda? Hello! Oké. Jó, na még egyszer. 1. Most ötig számolok, jó? 2, 3, 4, 5. Mi jövök? Hol van a Davis? Nem látom sehol se. Hova tűnt? Valaki ott van. Valaki ott van. Hol van? Én azt mondom, megtaláltalak te. Na ide, bujocskázunk tovább. Ott van! Hozzáérkeztünk. Villanyokat képzel, fel kell kapcsolni délre. Ugyanis ide itt ez a nagy sötét kár. Az rajtunk nincs van. Nincs hideg. Rendben, ilyen izzadós idő van. Csak egy kicsit sötét van. Na mindegy. Itt van a hamburgerem. Na gyorsan kibontjuk. Jól becsomagolták. Szép, nagy, látod? A hús egy kicsit vastag benne. Az az egy dolog, amit nagyon nem szeretek, de
amúgy jó íze van. Na ugye, úgyhogy most gyorsan megesszük. Aztán nem tudom mit csinálok, aztán megyünk a boltba, mert valamit kell venni, kenyeret vagy tejet, vagy hasonlót. Meglátjuk. Bár, hogyha így esik, akkor is el kell menni. Na mindegy, úgyhogy együnk. Elmentünk, hozzáérkeztünk, elmentünk ezzel a boltba gyorsan. Az eső megerett. Megmutatom neked, annyira nem lehet most látni, de szakad. Valamennyire talán lehet látni a kamerán. Nagyon sok eső így hirtelen leesett, bementünk a boltba, nem esett, csak így csöpörgött, és végre kijöttünk, akkora ilyen nagy víz állt mindenhol. Hogy jöttem hazafelé az úton, mindenhol állt a víz, olyan mondom. Úgyhogy megúsztuk. Lehet, hogy most elment, lehet, hogy jön még, fogalmam nincsen. Mit csinálsz? Nézd az esőt? Ja, ott esik. Úgyhogy nem tudom, hogy mit fogunk csinálni, valószínűleg leülünk egyet, aztán nézzük a tévét. Van ilyen, nem tudom, hogy miért, de csináltuk ilyen karácsonyi csatornát. Várjál, megmutatom neked, hogy mi megy rajta. Ez nem a karácsonyi csatorna. Azt hiszem, ez a karácsonyi csatorna. Ja, itt megy a családi vakáció. Ez a karácsonyi része, aztán utána lesz majd az Elf. Ilyen karácsonyi filmeket játszak a Die Hard, nem tudom mióta a karácsonyi film, de itt van. Mondjuk annyi, hogy karácsonykor játszódik. Nem tudom, hogy miért karácsonyi film. És egészen karácsonyig ezen a csatornán csak ilyen karácsonyi filmeket játszanak. Ami jó, te ott néztünk egy, nem is tudom, mi volt a film címe. Na ugye, olyan karácsonyi film volt, elég jó volt. Igaz, életben nem láttam, kézzel el, meg azt hittem, hogy az összes karácsonyi filmet láttam már. Nem tudom, mi a címe, hogy emlékszek, megmondom, mi a címe. Na, ez mit csinálsz? Csak ott áll. Látod? Nézi az esőt, hogy hogy esik. Lucas még mindig nincs itthon, nem sokára jönnek ugye haza, még mindig a szüleimnél van. Úgyhogy ez a mai vasárnap ilyen semmit tevő, és főleg ugye amikor esik az eső, sok mindent nem lehet csinálni, csak itthon lenni. Valószínűleg ugrálunk megint egyet az ágyon, aztán majd játszunk valamit tovább. Meg tanuljuk a számokat, most már 20-ig tanulunk számolni a Davis-szel. Ugyanis az óvodában ugye most 20-ig tanulnak számolni, úgyhogy azt tanultuk ma délelőtt. Mielőtt elmentünk, olyan dél körül. Most mennyi az idő? 2 óra 17 perc. Lassan ti fel fogtok kelni. Ugye ezt a mai videót itt lassan meg kell, hogy fejezzem, ez csak ilyen gyors, ilyen bejelentkezős videó inkább. Ugyanis semmi érdekeset nem csinálunk ma. De gondoltam, hogy azért ma is töltök fel van itt, meg gondoltam, hogy megosztom ezt a YouTube keresetet, hogy mennyit keresek a YouTube-on. Ugyanis sok ember szerintem el van tévedve, hogy ugye annyit keres a YouTube-bal, hogy nem tudom mire költeni. Aha, mit mondasz? Megelted? Na mindegy. Ezt a mai videót én most befejezem, gyorsan megszerkeztem és fel is töltöm, remélem, hogy fel is fogok még ma menni, biztos, hogy fel fogok menni. Lehet, hogy nagyon picit később, mint szokás szerint, bár vasárnap van biztos több attól. Tovább alszik mindenki, úgyhogy már ennyit mindenkinek, további szép napot, jó napot, jó reggelt szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!